Sziasztok! Véleményvezérek, megmondó emberek, okoskodások, vitatkozások, rengeteg van ebből mindenféle online csatornán. Nézheted, érdekes, és igen, okulhatsz belőle, de vigyáznunk kell, mert lehet, hogy összezavarnak minket, sőt, félrevezetnek minket. Hogyan tudunk ezzel ellen védekezni? Erről lesz ma szó, ez itt a Jézus Bisztró, Isten hozott, Záhonyi Viktor vagyok, a Vekkel Keresztény Közösségből, aminek a Facebook oldalán megtalálsz minden kedden és csütörtökön este 8:30-kor, illetve a Vekkel YouTube csatornáján, és a TikTokon, Spotify-on is. Úgyhogy itt vagyok, hogy erősítsem a hitedet, és gondolatokra inspiráljalak Istennel kapcsolatban hétköznap is. Nézzük a mai olvasmányt, ami a Galaták leveléből van. 5. fejezetnél tartunk. 7. vers. A futásotok igazán szépen indult. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem Istentől való, aki elhívott titeket. Egy kevés kovász is megkereszti az egész tésztát. Bízom az Úrban, hogy végül mégsem fogtok eltérni attól a gondolkodástól, amelyre tanítottalak benneteket. De aki összezavart titeket, bárki is legyen, megkapja méltó büntetését. Testvéreim, ha én még mindig a körülmetélkedést terjesztem, amint azt egyesek állítják, akkor miért üldöznek engem továbbra is? Hiszen ha még mindig a körülmetélést hirdetném, akkor a keresztről szóló tanításom nem okozna botrányt. Bárcsak azok, akik titeket megzavarnak, a körülmetélkedésükön túlmenően még ki is herélnék magukat, testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívott el. Csak hogy ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljátok egymást. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze, szerest embertársadat, mint saját magadat, de ha továbbra is marakodtok, végül még elpusztítjátok egymást. Itt az üzenet mára. Lehet hallgatni, lehet követni ezeket az embereket. Érdekes tud lenni. Én is hallgatom, figyelem, de nem szabad túlzásba vinni. Nézd, itt van az egyik ige, ami segít nekünk. Ez pedig az 1. Korintusi levél 6. fejezet, 12. vers. Semmi sem tilos a számomra, írtátok a leveletekben. Erre azt válaszolom, igen, de nem minden válik a javatokra. Tehát ha ma azt érzed, hogy ez már nem válik a hasznodra, gyümölcséről ismered meg a fát, igaz? Jó vagy rossz gyümölcsöt terem benned az, hogy éppen azt az illetőt, azt a csatornát figyeled, követed? Vagy már érzed, hogy rossz hatása van rád? Akkor hagyd abba, mert az már nem hasznos. Megteheted, szabad vagy, de nem érdemes. A másik, még ha igaz is, hogy semmi sem tilos, azt azonban nem hagyhatom, hogy bármi is a szolgájává tegyen. Erre még figyelnünk kell, mert bizony függővé lehet válni. Ezeknek az embereknek, ezeknek a tartalmaknak, amiket így követünk. Ne legyél függő, egyedül Istentől függ, és Isten igéjétől. Ahhoz tér vissza. Azt olvasd gyakrabban. Mert a többi tartalom még esetleg félrevezet, hogy összezavar téged. Nézzük a következő ígét, ami még itt segít. Azt mondja a Pál 2. levele a Timóteushoz. 2. fejezet, 23. vers. Kerüld el az ostoba és értelmetlen vitatkozásokat, mert ezekből csak veszekedés lesz. Ezt te is jól tudod. Látod, amikor tényleg az ember csak állandóan azt nézi, hogy hogyan lehet okosabb, hogyan okoskodhat, hogyan tud vitába szállni, hogyan tud kötözködni, kritizálni, és vitatkozni állandóan, abból előbb-utóbb veszekedés lesz. Az nem egy keresztény, nem egy krisztusi viselkedés. Az nem tesz jót. Volt egy barátom, neki még súlyosabb következménye lett ennek, elkezdett mindent megkérdőjelezni a Bibliával kapcsolatban, a keresztény hittel kapcsolatban. Ez alapvetően nem rossz, hiszen legyen meggyőződésed, értsed, ne csak úgy vakon hidd. De már annyira túlzásba ment, hogy már mindent kezdett megkérdőjelezni, mindent elkezdett olvasni a neten, mindenféle szélsőséges keresztény, megmondó embernek hallgatta a furábbnál furább tanításait, mert hogy ő a végére akart jutni, őt az igazság érdekelte, mondta. Én mondtam neki, hogy rendben van, de azért figyelj, mert ez egy idő után veszélyes lesz. Az is lett. Nem jutott semmire az igazság keresésében, a vitatkozásokkal, a végén már nem is érdekelte az egész, elveszítette a hitét, az élete értelmét, most depressziós. Vigyázz, mert ez nem egy hasznos út. Hadd olvassok még egy igét azzal kapcsolatban, hogy kell bánni azzal, aki állandóan vitatkozni akar. Figyelj! Pál levele Titushoz, 3. fejezet,
Tizedik vers. Ha valaki vitatkozásokat és viszálykodást szít, akkor figyelmeztesd. Ha mégis folytatja, újból figyelmeztesd. De ha akkor sem hagyja abba, akkor ne állj vele többet szóba. Egyszerűen ne kövesd akkor ezeket az embereket, akkor ne kezdeményezd megint beszélgetést, bízva abba, hogy hát, ha majd most te meggyőzöd, mert már nem lehet meggyőzni, ő se tud téged, és csak rossz hatással van a te hitedre. Akkor ne állj vele többé szóba, hiszen ha nem változik meg, akkor tudhatod, hogy az ilyen ember letért a helyes útról, elvesztette a célt, és magában hordja az ítéletét. Ez az üzenet mára. Szerintem fontos, mert az interneten annyi minden elérhető, annyi mindent az ember hallgat, figyel, és egyszerűen észre se veszi, már függő lett, és rossz hatása van rá. Feszültséget szít, konfliktust, azok alapján elkezd vitákat indítani, érvelni, veszekedni. Ne ezt tedd, hasztalan. Nem jó hatása van rád, a te hitedre, a Krisztus követésedre, és elveszi az időt, az energiát sokkal fontosabb dolgokról. Például tedd ezt, hogyha túlságosan ilyen tartalmakat követnél, és már látod, hogy nincs értelme. Még egyszer olvasom a Galaták levele, 5. fejezet, 13. vers. Ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljátok egymást. Barátom, szolgálj inkább, sokkal hasznosabb lesz, és te is jobban érzed magad a bőrödbe, hogyha segíted az embereket, szereted az embereket, hiszen, folytatja Pál apostol, az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. De ha továbbra is maradtok, végül még elpusztítjátok egymást. Úgyhogy, ha ilyen marakodásra hajlamos vagy Facebookon, YouTube-on, akármilyen csatornán, vagy személyesen, hagyd abba, és szeresd az embereket, szolgáld őket, mert ez a mi küldetésünk. Amen! Ez az üzenet mára, remélem, hogy valamelyikőtöknek azért ez hasznos volt. Hogyha igen, akkor kérlek, hogy lájkold, kommenteld, oszd meg, hagyd mutassa meg a Facebook minél több embernek, hogy legyen kevesebb a veszeszkedés, a vitatkozása, az okoskodás, és inkább szolgáljunk, és szeressünk, és teremtsünk békét. Erre most nagy szükségünk van szerintem. Most pedig, hogyha nem bánod, imádkozom, érted? Menj, Atyám, kérlek, áld meg az én hallgatómat, kérlek, segítsd őt, hogy kevesebbet okoskodjon, kevesebbet vitatkozzon, és ne veszekedjen egyáltalán, hanem próbáljon többet szolgálni. És jobban elmerülni a te igédbe. Nem mindenféle szélsőséges gondolatot és izgalmas előadókat hallgasson, ami kíváncsivá teszi őket, hanem az igazságot. Azt tanulja, abba mélyüljön el, és azt utána váltsa hitben meghozott szeretett tettekre. Sokkal hasznosabb lesz, sokkal értelmesebb lesz az élete, örömtelibb és krisztusibb. Ebben segíts minket Jézusunk. Amen. Amen. Most pedig, hogyha nem vagy hívő, istenkereső vagy, csak egy-két gondolat neked is. Sokat követett te is az online vélemény vezéreket, megmondó embereket, különböző tartalmakat, vitatkozásokat, és akkor ott okoskodsz. Aztán lehet, hogy rájössz, hogy igazából már nincs értelme az egésznek, és van üresnek érzed ezt a sok okoskodást. Csak egy ötlet a Bibliából. Azt mondja a Biblia nekünk Isten szava, hogy minden szabad nekünk, igen, meg nekünk hívőknek is, de nem minden hasznos. És meg hozzáteszi, hogy az értelmetlen vitatkozásokat, veszekedéseket kerüljétek. Inkább szolgáljátok egymást. Neked is jobb lesz az életed, hasznosabbnak fognak mások is találni a környezetbe, hogyha szolgálod és segíted őket a sok vita helyett. Próbáld ki ezt!